estét kívánok! Önök a Bajnokok Városát, vagyis a Fehérvár Televízió sportmagazinját látják. Nézzük, mivel készültünk ma önöknek. Az Alba Volán két öttusázója, Kovács Sarolta és Demeter Bence is jól szerepelt a hétvégi római öttusa világbajnokságon. Ezzel mind a ketten nagyot léptek a londoni szereplés felé. Jól szerepelt Kovács Sarolta és Demeter Bence a római öttusa világbajnokságon. Az Alba Volán SC versenyzői ezúttal is bizonyították, hogy ott a helyük a világ élmezőnyében. Ráadásul teljesítményükkel mindketten közelebb kerültek a londoni ötkarikás szerepléshez. Saci egyéniben legjobb magyarként 9. lett, míg csapatban ezüstérmet szerzett a szintén Alba Volános Genesei Leilával, valamint Tóth Adriennel közösen. Az olimpián a csapatverseny nem szerepel a programban, így az imént említett női hármasból valaki kimarad az utazó csapatból. A VB-n látott teljesítmény alapján Kovács Sarolta bizakodó a részvételt illetően. A tavalyi VB azért mindenféleképpen jobban sikerült, mint váltó és egyéni számban. Hát ez az évben az olimpia főverseny, úgyhogy szerintem ez nagyon jó állomás volt az olimpia előtt. Úgy érzem, hogy tényleg kezdem összekapni magam. Jó számokat csináltam, a víváson még van mit javítani, úgyhogy ezt majd az olimpiáig ezen leszünk. Biztosnak még úgymond senki sem mondható, még a szövetségi kapitány még nem jelölte ki ezt a két-két embert, de hát én már nem tudom elképzelni, hogy tényleg én az olimpiával kelek fekszek, nem tudom elképzelni, hogy ne legyek ott. Tényleg én mindent megtettem, kezdek tényleg összeállni a sérülésem után. Ez volt az első komolyabb verseny, ahol úgy érzem, hogy azért helyt tudtam állni. Tényleg ez a vívás, ami még jócskán bennem maradt pár tús. Hát ezen kell javítani, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ott leszek. Demeter Bence remek hajrájának köszönhette, hogy a selejtezőből tovább jutott a döntőbe, és ott remekül helyt állt. Második magyarként a jónak mondható 13. helyen zárt, amivel jócskán megnőttek az esélyei a londoni szereplésre. Mindenképpen pozitívan értékelném, mert az év elején azért volt 3 versenyen gyengén szerepeltem. Ezután úgymond találtam magamra, és hát ez egy kemény selejtező volt, ott neccesen jutottam be, úgy kellett befutnom magam, de sikerült, és utána döntőn úgymond helyt álltam, de azért maradtak bennem hiányérzet. Remélem, hogy most már a mélypontból kijöttem, és már főfele kezd menni ez a szakasz. Hát lesz még ugye egy Európa-bajnokság, ahol sok minden eldőlhet, hiszen a kvóta kérdés még nincs eldöntve szerintem. A kvóta ezzel a 13. helyen már szerintem be van biztosítva, csak hát ugye négyen lennénk a két helyre, de ugye Tibolya Péter megsérült a váltó verseny alatt, Kassa Robertnek pedig nem sikerült olyan jól ez a verseny, úgyhogy ezzel nekem mindenképpen nőttek az esélyeim. A férfiaknál a két induló kilétére minden bizonnyal csak a júliusi felnőtt EB után derül fény. A hölgyeknél talán egyszerűbb a választás, de itt is Pál Völgyi Miklós szövetségi kapitány mondja ki a végső szót. Kovács Saroltának pedig bizonyítása ott lesz majd a június elejé fehérvári junior Európa bajnokság is. A női kézilabda bajnokság rájátszásában minden lényeges kérdés eldőlt. Az is, hogy az Alko a 6. helyen végez. Tilinger Tamaráikra azonban vár még egy találkozó pénteken, a Debrecen otthonában. Ráadásul Konkoly Csabának ez lesz az utolsó tétmérkőzése a csapat élén. Az Alko FKC több mint 4 éve még 2008. januárjában nyert utoljára a Vác otthonában. A rossz sorozat múlt szombaton megszakadt, nem is akárhogy. Szikora Melindának összesen 15-ször kellett a labdát a kapuból kiszednie, az első félidőben pedig mindösszesen 5-ször. Hasonlóra volt már példa az idényben még februárban, akkor a kegben a szerb Zajecsár 6-szor vette be a fehérvári kaput. Az Alko a 21-15-ös sikerének kulcsa ezúttal a védekezés volt. Ez a veszprémi hazai bajnoki nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és ezért teljes gőzerővel készültünk a Vác ellen, védekezést kellett összerakni, és úgy gondolom, hogy nagyon jól összeállt Vácon, és ez mellett a Kácu nagyon-nagyon jól védett. Zicsereket fogott, hétmétereseket, és ez így előre lendített minket. Ez egy fantasztikus teljesítmény volt a csapattól, és a védelem nélkül nyilván nem sikerült volna nekem sem így védenem, de olyan viccereket is és heteseket is fogtam, amit
ami igazából már szabad lövés volt, ami csak rajtam múlott, és minden összejött azon a napon, azon a fél időben. A bajnokság 5-től 8. helyért rendezett rájátszásban minden kérdés eldőlt. Az Alkó már biztosan a 6. helyen végez, de pénteken még vár egy kirándulás Tilingerékre, a Debrecenhez látogatnak. A csapatnak a decemberi vereségért van is törleszteni valója a Lokival szemben. Mindenképp győzelemmel szeretnénk befejezni a bajnokságot, és hát ugyanúgy fogunk készülni, mint a Vác ellen. Nagyon nehéz meccs lesz Debrecenben. Ők is fiatalok, mi is, és szerintem az utolsó percig hajtani fognak, ahogy mi is, úgyhogy mindenképp a két pontért utazunk. Mindenképpen azt a mérkőzést is meg akarjuk nyerni. Azért Debrecenben sikerült elszenvednünk az alapszakaszba egy olyan vereséget, ami ugyan olyan bosszantó volt, mint itthoni Veszprém meccs, úgyhogy remélem ez is plusz motivációt ad a csapatnak, és tudunk ott is egy szép győzelmet aratni. Én nagyon remélem, hogy abból csinálunk presztist, hogy a szakmai presztist elsősorban, hogy a utolsó 6 mérkőzésünkből 5-öt nyerjünk. Tehát itt a rájátszásra gondolok konkrétan, hogy ez a győzelmi mutatónk, ez ilyen maradjon. Maga az eredményességünket valóban nem tudja már befolyásolni se a győzelem, se a vereség, de én úgy ismertem meg itt a lányokat Fehérváron, hogy azért mindenképp győzelemre fogunk törni. Az Alkoa tehát utolsó bajnokijára készül a szezonban, Konkoly Csaba vezetőedző pedig tét meccsen utoljára dirigálja majd a fehérvári csapatot. A szakember visszatér Győrbe, ahol a junior csapatnál dolgozik majd. Konkoly Csabával az együttes 10 bajnoki meccsen 6-szor győzött, és bevitte a csapatot a középházba, így a mérleg pozitív, a mester szerint is. Mindenképp egy nagyon szimpatikus környezetbe érkeztem. Nagyon jó volt együtt dolgozni a lányokkal, ambiciózus játékosokat ismertem meg. Én azt gondolom, hogy szinte a maximum környékét sikerült kihoznunk azzal, hogy amikor érkeztem, akkor 9. helyezett volt a csapat, aztán szépen lassan lépegettünk előre. A rájátszásba kis szerencsével jutottunk be a középső házba, de mindenképp azt gondolom, hogy az itt nyújtott teljesítményünk azt mutatja, hogy megértemeltem van itt a csapat. Az, hogy nem lettünk a lehető legjobb pozícióba, tehát 5-ek, az végülis egy olyan idézőjelben saját hibánknak köszönhető, hogy hazai környezetben nem tudtuk legyőzni a Veszprémet, aki azért jóval vérmesebb reményekkel indult ennek a bajnokságnak. Visszatérek Győrbe a junior csapat vezetésére. NB1B felnőttet fogunk játszani a csoportommal, és az Audi Etókácinak a junior utánpótlás bajnokságába fogunk játszani. A remélhetőleg sikeres bajnoki zárást követően sem pihennek az alkoás hölgyek. Jövő héten London felé veszik az irányt, ahol az olimpiára készülő brit csapattal játszanak 2 felkészülési mérkőzést. Ötven év a magyar kézilabdában, ez a legfontosabb, amit tudni kell Madár Imréről, az ARKS-e jelenlegi szakmai igazgatójáról. Madár Imre az elmúlt héten rangos kitüntetést vehetett át dr. Cserpalkovics András polgármestertől. Május 11-én pénteken Székesfehérvár sportjáért díjat vehetett át Madár Imre, az ARKS-e jelenlegi szakmai igazgatója. Az ember nem azért dolgozik, hogy ilyen kitüntetést vagy valamit kapjon, szeretni kell sportágot, és megtenni mindent a fiatalokért, a gyerekekért. Hát sajnos ugye a 64 évemmel már egy 50 éve, tehát először mint aktív játékos, utána pedig mint edző, vezető ténykedtem, és ez nagy a baj, hogy nagyon gyorsan elment az idő. És mindig csak a kézilabda? Mindig csak a kézilabda volt, igen. A gyerekkoromtól kezdve, tehát azt tudni kell, hogy az édesapám testnevelő tanár, és ő már 4 éves korától vitt engem, és én már 14 éves koromban kézilabdáztam, és utána folyamatosan, amikor én ezt abbahagytam, már edzősködtem rögtön, úgyhogy az átmenet is megvolt, úgyhogy az életem nagy részét a kézilabda kitöltötte, és hát én még szeretném, hogyha az erőm engedi, hogy még továbbra is tudjak a kézilabda körül tevékenykedni és segíteni. Az edzői pálya megkezdése előtt Madár Imre kiváló jobbátlövőként riogatta éveken át az ellenfelek kapusait. Honvéd Szondiba még mindig nem überelték azt az NB1-ben a bronzérmet, itt játszottam a Szondiba. Mikor volt az a bronzérem? 1900
73-ban volt a bronzérem, tehát a Szondi az 10 évig NB1-es csapat volt, nagyon sok válogatottja volt, és hát hála Istennek részese tudtam lenni ennek a csapatnak. Általában az NB1 elején volt, tehát a harmadik volt a legnagyobb eredmény, de negyedikek is voltunk, vagy négyszer. És aztán befejeződött a játékos pályafutás, és utána pedig egyből jött az edzősködés? Igen, befejeződött a játékos pályafutás, még játszottam a MÁV előrébe is elég sokat, aztán utána még NB2-be, és akkor utána azonnal az edzősködés következett. Tehát edzősködtem női vonalon, férfi vonalon, itt Székesfehérvár, sok helyen is minden. Jót, rosszat megértem, a rosszat azt azon hamar túltettük magunkat, és hát sikerült jóra fordítani a dolgokat. Ez előfordult a női csapatnál is, amikor NB2-es volt, és előfordult a Honvéd Szondinál, mikor a honvédség kiszállt belőle, akkor is egy NB2-n kellett ennek az egyesületnek indulni, és hát sikerült főtornázni magunkat. És a kézilabdában eltöltött hosszú-hosszú évekből mi az az a pillanat, amire a legszívesebben emlékszik vissza? Hát emlékezhetem jó pár dologra vissza, tehát arra is, amikor a NK Hungária csapata 5 pontot szerzett 23 forduló alatt, és 7 fordulóval vége előtt átvettem, és szereztünk 7 pontot, és bemaradtunk az NB1-be. Arra is visszaemlékszem. Akkor arra az NB2-es női csapatra is, akik utána NB1-B-be, tehát nekem egy olyan játékosom volt, aki tisztelt beszélek, mint például Páncél Alikó, aki annak idején magyar válogatott, van is egy meghatározó ember volt, csak ilyenek voltak ott a NB1-B-ben. Tehát már ott is látszott annak a dolognak a lényeg, hogy a női kézilabda fölse futni. Ugye még a beszélgetésünk elején mondta, hogy azért ha valaki elkezd dolgozni a sportban, akkor nem azért teszi, hogy ilyen díjakat nyerjen, de azért mégis mit jelent önnek ez a díj? Ez nekem nagyon nagy elismerés, mert tényleg nem azért teszi az ember, de hogyha a mások is észreveszik az erőfeszítéseit, a munkáját, és az önkormányzat és a polgármester úr is ezáltal elismeri az embernek a munkáját, ez egy megtiszteltetés, és én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki nekem segített a kézilabdába, és azoknak is, akik rám is gondoltak, és én nagyon örülök ennek, és megtiszteltetésnek leszem. És milyen célok, álmok vannak még ön előtt itt az ARKS-ével? Hát engem mindig kérdezik tőlem az NB1-et. Én játszottam NB1-be, sok gólt lőttem, tehát Fehérváron NB1-be, férfi vonalon magasan élőttem a legtöbb gólt. Én nekem mindig vágyom az, hogy egyszer még NB1-es férfi kézilabda legyen. Tudom, hogy a mostanában, tehát nem behatárolható időn belül valósulhat ez meg. A mostani körülmények nem uszolnak, de egy cél vagy egy vágy nélkül én úgy gondolom, hogy nem érdemes ezt csinálni, és hát miért nem merjünk nagyot álmodni, én azt hiszem, hogy ez így van. Műsor a műsorban, vagyis Vidi Zóna. Vasárnap ezüstrangadót nyert a videóton a Győr ellen Sándor György főszereplésével. Mi pedig a szünetben hazai hírességekkel beszélgettünk a videótonról és a magyar labdarúgás helyzetéről. Az OTP Bank Liga 28. fordulójának szombati játéknapján eldőlt, hogy a Debrecen megnyerte a bajnokságot. Vasárnap pedig a Videóton Győr mérkőzésen az volt a kérdés, mely csapat számít majd az ezüstérem első számú esélyesének. A dobogón azonos pontszámmal álló felek csatájából a Vidi került ki győztesen. A piroskékek az első félidőben is irányították a játékot, a győri Etónak szinte helyzetesen volt Mladen Bozsovics kapuja előtt, nem úgy a Vidinek, mely főleg Nikolics Nemánja révén veszélyeztetett. Az első játékrészben aztán nem született gól, nem úgy a második elején, amikor
rögtön kettőt is láthattunk. A 47. percben Nikola Mitrović ívelt be egy szabad rúgást a Győr kapuja elé, Nikolić elmozgott védőjétől és szép mozdulattal csúsztatott a rövid alsó sarokba. Két perccel később jött a válasz, igaz, ehhez kellett a piroskék védelem hibája is. Vinicius és Caneira egymást zavarta, a brazil röviden tette haza a labdát Bozsovićnak, a játékszerre lecsapó Koltai Tamás pedig átemelte a vidi montenegrói válogatott hálóőrét 1-1. A folytatásban mindkét csapat előtt adottak lehetőségek, azonban gól sokáig nem született, úgy tűnt, döntetlen lesz a vége. Ekkor érkeztünk el a 90. perc legvégéhez, amikor Sándor György kapott labdát Gyurcsótól, és 25 méterről hatalmas gólt ragasztott Sasa Stevanović kapujába. A videóton ezzel a találattal 2-1-re nyert, és 3 pont előnyre tett szert a Győrrel szemben a dobogó második fokán. Nehéz meccs volt, amire számítottunk. Végig koncentrálnunk kellett, ugye egy kisebb hibából kaptunk is egy gólt. Arra készültünk, hogy az Eto masszívan fog védekezni, de kicsit kockáztatni fog, amit nem vállalt be, tehát ahogy láthattuk is, meg ahogy érezhettük, Fejér Zoli játszotta a védekező középpályás szerepét, ugye egy belső védő, meg a Győr is visszaállt, amikor nálunk volt a labda, szóval egy nehezen feltörhető védelem volt, egy egész csapat védekezett nehezen feltörhetően, de nekünk sikerült az első félidőben több olyan helyzetet is kialakítani, ugye gondolok Nikónak a lehetőségeire, amiből szerintem gólt kellett volna szereznünk, és akkor az első félidőben rádől a meccs. Próbáltam úgy mozogni, hogy lövő helyzetet alakítsak ki, ugye a győri csapat úgy érzem, hogy kicsit elfáradt a végére, és nagyon behátrált a kapujuk, vagy a 16-osuk elé. Aztán szerintem beadásra számítottak Gyurcsó Ádám, ugye egy nagyon gyors játékos, ott nem akartak egy az egyet kialakítani, és akkor oda kisegített a belső középpályás, aztán így maradtam szabadon. Annyira meglepődtem, hogy nagyon-nagyon rúgtam a labdával. A Videóton FC-re a héten újabb hazai mérkőzés vár, ez lesz az utolsó fellépése a csapatnak a szezonban a Sóstói stadionban. A Lombard Pápa együttese látogat majd Székesfehérvárra a 29. fordulóban. Eddig nagyon izgalmas a meccs, az a jó, tényleg abszolút jó helyzetek vannak, szóval párommal végig szurkoljuk az egészet, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat, és végre jó idő van, úgyhogy én is most már nem féltem, a hangomat ki tudok jönni, megnézni a meccseket. Gyakran jársz labdarúgó mérkőzések? Ha milyen gyakran tudok, akkor igen, megyek, de általában vagy a páromat nézem, mert ő futballista. Úgyhogy nagyon érdekes, szóval nagyon-nagyon szeretem. Meg mindent, tehát nem csak foci meccsekre, kézilabda meccsekre, tehát én ezt nagyon-nagyon kedvelem, vagy ha nem is, akkor egy jó meccset megnézni a tévébe, úgyhogy nagyon kedvelem, úgyhogy hajrá, Viti! Azt megtudhatjuk esetleg, hogy a párod melyik csapatba focizik? A párom éppen most csapatot keres, de ő egyébként már nagyon sok helyen játszott, tehát hála Istennek, egy nagyon jó focista. Viszont ugye hát itt sem olyan egyszerű azért csapatba bekerülni, úgyhogy ez most kőkeményen, úgyhogy valószínűleg azért reméljük, hogy most nyártól már talál csapatot. Neked személy szerint van magyar kedvenc csapatod, vagy esetleg külföldi? Külföldi, hát Barcelona. Kemény Barcelona szurkolók vagyunk a párommal, és hát akkor nyilván videóton. Egyrészt borzasztóan örülök, hogy újra futballmérkőzésen vagyok. Nagyon szeretem ezt a hangulatot, ami egy-egy meccs kapcsán uralkodik, úgyhogy ezt kimondottan szeretem. Jó lett volna gólt látni már, de hála Istennek legalább szép akciókat a Vidi részéről láthattunk. Hogy tetszett a Művész úrnak az idei bajnokság, a magyar bajnoki szezon? Kevés mérkőzést láttam, igazából összefoglalókat nézek, vagy egy-két meccset, ha sikerül elkapnom, annak nagyon örülök. Sajnálok egy pár dolgot, ami ebben a bajnokságban történt. Én a Vasasnak szurkolok évek óta, és borzasztóan sajnálom, hogy a következő évattól már nem lesz első osztályú a csapatunk. Lesz ez még jobb is, mert hát jobbnak kell lennie, hogyha remélhetőleg, hogyha a nemzetközi porondra kijutunk, úgyhogy már mindig van előre. Gyakran jár egyébként labdarúgó mérkőzésekre? Nagyon sok mindent megnézünk a fővárosban is, a magyar válogatott mérkőzéseit kivétel nélkül, és hát a jó csapatokat, mint például a Videóton. Nagyon jól éreztem magam, nagyon jól szórakoztam, és nagyon sok helyzet volt, és ráadásul nagyon szép gólokat is láttunk, ez az utolsó, ez tényleg fantasztikus volt, és hát elhoztam a két fiamat, akik óriási foci rajongók, a nagyobbik már 2 éve komolyan futballozik, úgyhogy nekik meg különlegesen fantasztikus élmény volt, és ők voltak az elején azok, akik kimentek a focistákkal a pályára. A mérkőzés hangulata és az atmoszféra, az hogy tetszett? Én nem nagyon jártam magyar mérkőzéseken még, és nagyon élveztem. Csodálatos a stadion, és a drukkerek is itt ezen az oldalon, a Videóton oldalon nagyon szépen szurkoltak és hangosak voltak.
Remekül sikerült a Matók Szabó kettős bemutatkozása a hazai rali bajnokságban. A hétvégi Bükkfürdő rallin kategória győzelmet szereztek, és még az első kerekesek mezőnyében is felállhattak a dobogóra. Pénteken volt egy múltvás tesztünk, amiben a második körbe egy féktávon feldobbant a kuplungunk, szétvágta a váltónkat, és gyakorlatilag lépésben éppen, hogy le tudtunk gurulni a pályáról. A fiúk szétszették, és hát az első mozdulat, amitől megláttam, akkor mutatták, hogy nem lesz verseny. Aztán rájuk parancsoltunk, és összeszedték magukat, és egy nagyon szép egész estés szedeléssel gyakorlatilag sikerült megoldanunk ezt a problémát, de az autónk azért visszafejlődött, hiszen egy széria kuplunggal tudtunk versenyezni, és miközben szedték szét az autót, kiderült, hogy két lengés csillapítót is ki kell cserélni, és biztos, ami biztos, mind a négyet kicserélték, úgyhogy gyakorlatilag délután 2-től éjfélig dolgoztak a fiúk, meg még reggel is, úgyhogy nagyon nagy hálával tartozunk nekik, hogy egyáltalán tudtunk versenyezni. És aztán a folytatásban pedig? Hát az már lényegesen jobb volt. Ettől függetlenül ugye a nehézséget az okozta alapvetően, hogy négy teljesen más lengéscsapító került az autóba, mint amit korábban mi ezt teszteltük, amihez hozzászokott az Ádám. Tehát 4 kilométert tudtunk menni a rajt előtt, így igazából beállításaink szinte vakon voltunk, hogy hogyan is megyünk. Az első két gyorsaságért rá is ment, hogy teszteljük, de azért figyeltünk arra, hogy a tempónk jó legyen. És aztán utána beindult a mókuskerék, és egyre jobb időket mentünk, és aztán sikerült nyerni nagy fölénnyel. Rendben van, megnyertétek 3 perccel ezt a 8-as kategóriát. De már a múlt heti teszten, amikor beszélgettünk, akkor azt mondtátok mind a ketten, hogy nem igazából erre a kategóriára figyeltek annyira, hanem arra, hogy az első kerekes mezőnyben minél jobb helyen végezzetek, és ugye itt is sikerült dobogóra állni. Így van. Ez azért volt fontos, mert ad egyfajta önbizalmat, hogy igen, túl tudsz lépni a saját határaidon, sőt, mások határain is. Ez nem csak az autó dönt, hanem a sokkal fontosabb a személyes képesség, az improvizációs készség. És ezért volt nagy jelentőség annak, hogy a verseny végén, amikor 3 perc előnye van valakinek egy kategóriában, akkor nem fog támadni egy ás autóra. 2 gyorsaságival a vége előtt, 0,2 másodperc előnnyel vártuk a folytatást, és úgy döntöttünk az Ádámmal, hogy mi nem fogjuk ezt odaadni egy ás autónak, ezt az abszolút beli eredményt, és igenis támadunk, és meg is valósítottuk mindkét gyorságot, megnyertük az RS Honda előtt. És ugye ez csak egy presztízs harc volt, hiszen nem volt tétje, hogy mi ezt megverjük, ezt az ás autót. Ez csak azért csináltuk, hogy magunknak meg a másnak bebizonyítsuk, hogy ügyesek vagyunk, hiszen ez egy Dávid és Góliát típusú küzdelem, mert sokkal erősebb és sokkal jobb autó ellen. Tehát mi igazából azért mentünk fel arra az utolsó két gyors, hogy magunknak a respektet kivívjuk. És ugye ebben a szituációban ugye a Góliát az Órai Balázsék voltak, akik szintén egy Honda Civic-kel mennek, de egy újabbal, és ráadásul, ahogy mondtátok adás előtt, hogy annyiba kerül az egy hétvégére a bérlése az autónak, mint a ti autótok ugyanúgy. Igen. Tehát ezért ez egy fantasztikus teljesítmény. Ez egy prototípus, ami gyakorlatilag minden elemében, futóművében, motorjában, hajtásláncában abszolút prototípus versenyzésre gyártva. Gyakorlatilag a mi autónk pedig egy utcai autó, amit megvásárolunk, és egy zseniális magyar szerelők által versenyautóvá építjük. És mi egy ilyen autóval veszük fel a harcot a prototípusok ellen, ezért ad büszkeségre. És igazából nem csak a büszkeségre ad okot, hanem szerintem jó alap a jövőre nézve. Említetted a Mecsek Rallit, az mennyire fekszik nektek, vagy az autónak, a te stílusodnak, vagy a ti stílusotoknak? Ez egy nagyon hosszú aszfaltos verseny, ilyen hosszú aszfaltos verseny még sosem mentem. A pályák jelleg, úgy ezek szűk pályák, ugye a Mecsekbe kanyarognak. Nem tudom, még nem láttam a pályákat, nem versenyeztem rajtuk. Nagyon nagy előnyben lesznek azok, akik már több éve is versenyeznek, hiszen ezek a pályák nem nagyon változnak. A kategóriám és ugye a nagyobb autók ezért mind előnyben lesznek, mert ők már évek óta versenyeznek. Nekünk az amatőr bajnokságban ezek a pályák kimaradtak. A felkészülés, ugye 4-et mehetünk ezeken a gyorsokon, nem lesz egyszerű, de most is meg tudtuk oldani a 4-ből, tehát ezeken a pályákon is versenyeztek ők évekig, tehát mindenki ismerte őket, mi nem ismertük őket, de a Tian itinerével olyan jól tudtunk menni, hogy nem is volt szükség arra, hogy ismerjük, mert hogyha hallgatok rá, akkor mindig gyorsabban megyünk. Thank you.
Ennyi volt mára a Bajnokok Városa, tartsanak velünk legközelebb, és tudják, a szokott helyen, a szokott időben, vagyis csütörtökön este 4:49-től itt a Fehérvár Televízióban. Én további szép estét kívánok, viszontlátásra!